bölcsességfogat megyek el kiszedetni, és lehet inkább nem is megyek. Bár mondjuk láttam már embert, olyan embert, aki túlélte ezt a élet. Milyen műtét, életmentő műtétet? Na, majd mindjárt jövök, aztán megmutatom, hogy mi van. Megjöttem. Egyébként végigpoinkodtam az egészet, meg egy óra alatt. Oda vissza után megjártam. Hát, szerencsém volt, képzeljétek, szerintem egy 10, max 5-10 perc alatt kijött. A varrás ez több idő volt. De hát azért nem annyira jó volt. Vagy... Azt mondja, majdnem kétszer egy ájult. Na jó, most lepihenek, aztán majd elmondom, hogy mi van. Szerintem ne pihenj, ne inkább most mondtam, mert a lepihensz, utána elkezd majd fájni, és szerintem nagyon rosszul lesz. Akkor majd holnap. Sziasztok. Na, bölcsességfog napló. Úgy állunk, hogy nagyjából 4 napja volt az életmentő műtétem. Maga a beavatkozás nem volt para. Annyira jól volt érzéstelenítve az arcom, hogy még a fülem is lezsibbadt. Szóval nem nagyon éreztem semmit az egészből. Igazából a képzeletem volt az, ami így, hát így nagyjából sejtettem, hogy mi történik, úgyhogy ez ablaknyitást azért kértem, mert majdnem beájultam komolyan. De nem fájt, szóval egyáltalán nem volt para az egész. Szerintem max egy ilyen 40 perc volt. Amikor hazajöttem, minden happy volt. Biciklivel mentem, biciklivel jöttem haza. És hát nem vettem be fájdalomcsillapítót, ezt viszont elhibáztam, szóval ez már közben eleve gyulladás csökkentő is a fájdalomcsillapítók nagy része, és amikor kiment a zsibbasztásna, akkor úgy azért megjött az érzés, úgyhogy gyors bekaptam egyet, azt a fél órát valahogy kihúztam, de utána megint csak jó lett. Másnap reggel ugyanez volt a helyzet, ki is ment a hatása, és nem igazán fájt. Szerintem a dok is nagyon jó volt, a fogam is szerencsés pozícióban állt, a többi az sokkal rosszabb a röntgen alapján, úgyhogy én azt gondolom, hogy megúsztam. És amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy ne halogassatok semmilyen orvosi vizsgálatot. Bármi bajatok van, forduljatok szakemberhez, mert könnyen lehet gáz bármiből. Mindenki fél a fogorvostól, ez tök általános dolog, de... Már nem is vagyok annyira bölcs, de léci, ezt fogadjátok meg, hogyha bármi van, akkor... És ne csak akkor, inkább a megelőzés céljából is menjetek el kivizsgálásokra. Oli! Viszont ezt figyeljétek, milyen lesz az arcom. A napfény sütötte. Az előző túrázós videó óta mi nem láttunk napfényt. Bizony. És már 2 óra van, szóval nagyjából másfél óra múlva már nem is lesz semmi, mert el fog tűnni, és holnapra megint felhős időt mond, úgyhogy elmegyünk túrázni, még milyen nagyon picit. Napra, akkor így fogom forgatni az egész videót. De jó, mert ez valami ide esett talán. Oliver, mehetünk túrázni? Elmenjünk túrázni? Jó, hey! Na, az idő szűke miatt csak idejöttünk a második kerületbe, ugyanis Instagramon már több mindenkinél láttam, hogy az Apáti sziklánál lőttek képeket, hogy ezt látogatjuk meg, és elképesztő látvány tárult elénk, amikor beléptünk ide az utcába. Ugyanis nézzétek, ott parkolunk, és ott magaslik a szikla. És nagyon szépen süti a napfény, úgyhogy menjünk oda melegedni. Igazából fogalmam nincs, hogy merre kell menni, és most így nem nagyon tudom, hogy hol vagyunk. De van ott egy lépcső. Nem biztos, hogy lennék itt postás. Olyan kérok voltak itt útközben, mindig rájövök, hogy ide a második kerületbe születni kell. Elképesztő, olyan panoráma van meg, gondolom olyan négyzetméter ár is. Épül, gondolom, a következő palota. Helyre vigyázni! Na hát
itt sem jártunk még. Érdemes megnézni, micsoda panoráma nyílik itt. Tényleg. Ezekkel sose voltam pontosan tisztában, úgyhogy ezeket most bevésem az agyamba. Hogy melyik, melyik. Ha emlékeztek, tavasszal a Du60-nek az Instagram modellára, amivel edzős videókat csináltunk nektek, mivel nem lehetett sehova menni edzeni, és ez a helyzet most is fennáll. Szóval arra tudnak titeket buzdítani, illetve ők buzdítanak most arra titeket, ha csekkoljátok az Instagram oldalukat, kavart fel az avar címen, hogy menjetek ki a szabadba, érezzétek nagyon jól magatokat. Ugráljatok a levelekbe, sározzátok össze a bringátokat, sétáljatok, fussatok. Tényleg a lényeg az, hogy élvezzétek, és szánjatok rá napi egy órát a testmozgásra, mert mint tudjuk, ez az egészségnek az egyik alappillére. Nyereményjátékok is lesznek az oldalukon, úgyhogy érdemes követni őket. A doktor úr a műtétemkor azt mondta, hogy egy hétig nem mozogjak. Ehhez képest most itt azért volt egy kapató felfele, és úgy éreztem, hogy lüktet. Szóval nem hiszem, hogy nagyon sokáig fogunk most menni. Sőt, szerintem induljuk visszafele. És pont nézzétek, pont most fog lemenni a nap. Így fázni se fogunk. Indulás. Mi van, Manó? Láttad, ahogy lemegy a nap? Bizony, fel is vettem. Tényleg? Azt figyeld még ott a völgybe, hogy besüt. Viszont le is hűlt nagyon az idő, úgyhogy most már tényleg megyünk. Ebben valami világszámot csinálhatnál. Segítek megfordulni, jó? Na mehetsz utadra. Le van redukálva mostanában az ilyen kijelzőnézés teljesen nálunk. Tévé amúgy sincs a nappaliban se. Meg mostan mesét se, szerintem egy ilyen hónapja mesét sem mutattunk neki. Fordulunk, a telón sem néztünk mostanában mesét se, és ezért ha valami poszt vagy valamit ki kell rakni, akkor inkább bevonulunk a szobába arra 10 percre, de hát ő meg nyilván ezt már tudja, hogy ilyenkor mi ott vagyunk a legjobb helyen, ahol amúgy ott vannak a laptopok is, meg minden, és ezt is megtanulta, hogy kell püffölni az ajtót. Na gyere babám, longboardozzunk! Na, a nagy kijelzőmentességről már, ha így beszéltem, képzeljétek el, hogy kaptunk egy diavetítőt, és ezt szeretném ma este felavatni. Mit szól hozzá a család? Nem tudom, hogy nektek van-e bármi élményetek is ezzel kapcsolatban, nekem az a klasszikus kék színű diavetítő, és annak az ilyen kis füstölgő szaga, vagy nem tudom. Tekertük be fú, nem is tudom, milyen meséket néztünk. Pinokkiót. Hát ez jut eszembe csak. Nekem még ennyi se. Mi az, hogy ennyi se? Nekem még ennyi se jut eszembe, mivel nem volt diavetítő. Nem volt diavetítőt? Nem hiszem el, hogy volt olyan háztartás az én gyerekkoromban, hogy nem volt otthon az a kék színű diavetítő. Szegény, aminek nem volt diavetítő. Szegény, hát akkor ezt azonnal menjünk és pótoljuk be. Melyik falon vagy? Hol? Hát Csakolinál kéne valahol. Ezen a falon lehetne. De akkor ezt rendezzük át ide. Legyen ez a moziszoba, hozzuk át ide. Jó. Azokat. Ide, fotel. Pakolás indul! Van hozzá ajándék, kisfiam, a VUK! Na hát vége van a mese délutánnak. Rami, hogy tetszett az első diavetítőzésed? Annyira jó hangulata van. Nagyon tetszik, és most itt maradok, és megnézek még sokat. Azt kérdezte, Rami, ezt így tekerni kell végig? Hát
ez a lényege a diavetítőnek, hogy te kezeled. A szüleink is mindig így mesélték, hogy görgették, és hogy lehet, hogy kicsit többet beszéltünk egy képkockáról, lehet, hogy csak épp át akartuk görgetni, mert mit tudom, még ijesztő, nem hát tudom. Most mi is egyelőre meg kitaláljuk a mesét Olinak, mert persze. Most ami le van írva, az őt még nem, az állatokat, nem fogja fel. Igazából az állatokat várta csak nagyon. Beszéltem már a legjobb spanyaimnak a kijelzővel, mi a helyzet. Mondtam, hogy mostanában nem nagyon néztet mesét Oli, meg hogy nincs tévénk, de hogy mi erről a véleményed, Rami? Nem akarunk álszentek lenni, mert szokott Oliver kijelzőt nézni ritkán. Van az a szituáció, amikor egyszerűen nem tudom megoldani úgy, vagy a házi munkát, mosogatást, vagy kocsival, bármi. Kocsi utazáskor tabletet, evés közben is. Lehet, hogy ez a legbanálisabb hiba, meg nem, el se szabadna mondanom, hogy kaja közben egyszerűen van, hogy nem akar enni, semmi nem közben. Kész, oda rakjuk elé a mesét. Ez van most. Ez... Sokszor a mesekönyvet az is, de valamikor az sem jó, annyira valami probléma van. Egyébként... Iszti, és akkor a mese akkor valahogy mindig megoldás. De amúgy a mesekönyveket nagyon szereti, sokkal jobban, mint például a tévé elé nem lehet lerakni. Hálószobánkban van tévé, és már volt ilyen, hogy bent feküdtünk, és raktunk be valami mesét. És nem köti le, egy másodpercig se elmegy, viszont a mesekönyveket nagyon szereti. Egyre jobban, és én annak annyira örülök, és már egy csomót be is szereztem, úgyhogy mesézünk egyfajtába. Ha javasolhatom, ne ítélkezzetek itt se, hogy kinek mi válik be. Mindenben a mérték a legfontosabb, és lehet ez is lesz a videóm címe. Mi hogy állunk a kijelzőhöz, vagy nem tudom, mi lesz a videó címe. Berakta az alvos zenét, és berakta a cumit. És amúgy tud járni. De ez majd Rami videójában, csak... Ám mindegy. Tudna járni. Köszi, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Kavarjátok fel az avart, ahogy a Dusixinek a kampányában is van. Menjetek ki a természetbe, mozogjatok sokat, akkor lesztek egészségesek. Hamarosan találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!